A háború ellenére is nyitva tart a kievi állatkert. Az itt dolgozók szerint az első három nap volt számukra a legnehezebb, de a fenyegetés ellenére is igyekeznek elvégezni a munkájukat. A háború első napjaiban egy orosz rakéta becsapódását követő robbanás, illetve lökés hullám okozott zavart az állatok között, ami miatt az állatkert elefántját négy nap alatt tudták megnyugtatni. Toninak, a 47 éves gorillának hiányoznak az emberek, de nehezen éli meg a szirénázást és a robbanásokat is. A lengyel és más európai állatkertek többek között takarmányjal segítik a kievi intézményt. A német állatkertek pedig felajánlották, hogy átveszik az állatokat, ami a jelenlegi helyzetben túlságosan kockázatos lenne. Az állatkert vezetőjétől sokan kérdezik, hogyan tudnak segíteni, mint mondja azzal, ha online vásárolnak jegyet, amivel mindenkit várnak, ha véget ért a háború.